Óriási problémát okozott a Covid, hiszen nem csak a turizmus szektort, hanem a kulturális ágazatot is a padlóra küldte. A múzeumok online tudták bemutatni a gyűjteményeiket. Látogatókat nem fogadhattak, és a kulturális turizmus számára ez komoly probléma volt. Végeztünk kutatásokat a Covid ideje alatt a turizmus szektorban, és azt láttuk, hogy a turizmusnak a volumene gyakorlatilag tökéletesen korrelált a fertőzöttségnek a volumenével. Arra vagyunk nagyon kíváncsiak, hogy a látványosan összeomlott és még talán összeomló félben lévő turizmus és vendéglátás hogyan tud reagálni, miben képes reagálni ezekre az elképesztő, eddig még soha nem látott kihívásokra. Én azt tartom nagyon fontosnak, hogy ne csak a problémákról beszéljünk, hanem igyekezzünk is feloldani. A kollégák egy nagy része nem csak az akadémiai világban, hanem a mindennapi életben, a gyakorlati oldalról is ismerik a turizmust és a vendéglátást. Éppen ezért azt gondolom, hogy nagyon gyakorlatias eredményekről is fogunk tudni majd most beszélgetni. Alapvetően ilyenkor a publikációkkal szoktunk úgymond piacra lépni, és természetesen mi itt a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karán belül is keressük a piaci kapcsolatokat, ugye a gyakorlatvilágát, diszemináljuk az anyagainkat. Azt látjuk, hogy nagyon sok helyen a turizmus kezd visszatérni a normális kerékvágásba, most, hogy az emberek jelentős része megkapta az oltásokat. Reményeink szerint a Covid lecsengésével a kulturális turizmus ellenállóbb lesz, mint korábban volt. Szerintem lesznek tartós változások, de talán nem akkorák, mint amikre számítottunk korábban. Én úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb változás az lesz, hogy a kultúrát egyre inkább egy hibrid formátumban fogják majd fogyasztani az emberek. Cultural attractions.